ahol a Bodrog a Tiszába folyik, a Nyírség a Bodrog köz és a Takta közmetszés pontján fekszik, a jól ismert borvidékünk névadó települése, Tokaj. A táj egyediségét tovább fokozza, hogy itt ér véget az eperjes tokaji hegylánc, melynek utolsó csúcsa, a Kopaszhegykúpja meredeken emelkedik ki az alföldi tájból. Ezen a stratégiai helyen épített tarcalvezér a honfoglalás idején földvárat, amelyről Anonymus is megemlékezett. A 14. századtól már kővár fogadta az erre járót, köztük Szapolyai János és Ferdinánd hadait, akik 1527-ben ütköztek meg itt. A várat aztán 1705-ben Rákóczi romboltatta le, nehogy idegen kézre kerüljön. Tokaj neve ekkor már összeforrt a borral. A város nem véletlenül került be nemzeti imádságunkba, és a borvidék ma méltán a világörökség része. A történelmi belvárosban több templomot is útba ejthetünk, mielőtt Petőfi nyomában betérnénk valamelyik boros pincébe. A költőt is a vidék földrajzi adottságai hozták Tokajba. 1843-44 hideg telén Debrecenből Pestre indult, hogy műveinek kiadót találjon. Az áradó Tisza miatt a rendes pesti útról letérve Tokaj felé került, ahová 1844. februárjában, kopott ruhában, kezében egy ólombottal és egy elnyűjt vászontarisznyával esett be megpihenni. S ha már így esett, meg is írt a Tokajban a De már nem tudom, mit csináljak című verset, amely mi más is lehetne, mint egy bordal. De már nem tudom, mit csináljak. Meginnám borát az országnak. S mentül több az, amit megiszom, annál iszonyúbban szomjazom. Miért nem tesz az Isten most csodát? Változtatná borrá a Tiszát. Hadd lehetnék én meg a Duna, hogy a Tisza belém omlana.